mesterséges intelligencia, meg neuronháló, mi a franc az a neuronháló, de tényleg, akkor a hype körülötte biztos valami nagy cucc. Pedig, elég egyszerű matek. Mindjárt megmutatom. Hello, sziasztok, itt Csermekszabolcs etikus hacker, ez pedig a csütörtöki hack egy újabb része, és a mai részben egy kicsit belemegyünk a neuronhálók rejtelmes világába. És hogy miért van ez az egész? Azért, mert ugye elkezdtük azt a sorozatot, hogy rakjunk össze valamilyen módon egy spam szűrőt, ami hát vagy működni fog, vagy nem, de arra biztos, hogy jó, hogy egy csomó mindent be tudjak nektek mutatni ezzel kapcsolatban. És ahogy azt már beszéltük korábban, a neuronháló szerepe ott jön be a spam szűrős történetben, hogy én szeretnék valamiféle mesterséges intelligenciát belevinni, ami el tudja dönteni egy levélről azt, hogy spam vagy nem spam. Úgyhogy csapjunk is bele, és beszéljünk arról, hogy mi az a neuronháló. Ugye a neuronháló, ahogy a neve is mutatja, próbálja utánozni a biológiát és a neuronok működését, azaz, hogyha van egy sejtem, egy neuronom, vagy perceptron, és az kap valamiféle inputot, akkor ott valami történik benne, és ki fog belőle menni egy másikféle output. Na most, hogyha van például a szemem, és én kapok egy inputot a kamerából, hogy ott van egy ilyen fekete lencse, megkapok arrébről egy másik inputot, hogy ott van a háttérben egy piros lámpa, pont azt látom a kijelzőn, akkor ezek a dolgok fognak itt összeadódni, és búrjánzanak végig az egész neuronhálón, és a végén kijön majd belőle az, hogy mit is látunk igazából. De nem kell ennyire előre szaladni, most nem kutyát, meg macskát fogunk felismerni képről, hanem sokkal inkább egy egyszerű műveletet kéne elvégezni, és ilyen szempontból az, hogy egy levél a spam vagy nem spam, az egyszerű. Tehát igazából nekünk egy outputunk lesz, egy kimenetre vagyunk kíváncsiak, hogy spam vagy nem spam. Hogyha spam, akkor az lehet egy egyes érték, vagy valami nagy szám, hogyha pedig nem spam, akkor lehet egy nulla, vagy valami kis szám az érték, ami ki fog jönni a végén. No, de hogy is kell elképzelni ezt? És mondtam azt, hogy ez igazából nem túl bonyolult és egyszerű matek. Nos, vannak az inputjaink, azaz, hogy mi az az input alap, ez a bejövő adat, amiből nekünk meg kéne jósolnunk majd azt, hogy ez igazából micsoda. Van egy csomó ilyen neuron a hálózatban, amik egymástól kapnak információt, meg löndösnek tovább egy kicsit más információt, és ott van a végén az output, amiben majd kiszámoljuk azt, hogy ez most nulla, vagy egy. És igazából a neuronhálón belül szorzás van, meg esetleg osztás, tehát tényleg, meg összeadás. Tehát ilyen bonyolult műveletekkel kell számolni, de elég nehéz ezt így elmondani, úgyhogy meg is mutatom nektek, hogy hogyan néz ki ez képernyőn. Nos, itt láthattok egy egyszerű neuronhálót, ez a neuronháló arra lesz betanítva, hogy el tudja végezni az XOR műveletet, azaz a kizáró vagyot. Aki nem tudná, a kizáró vagy műveletnek az a lényege, hogy az értéke az vagy igaz, vagy hamis lesz, és csak abban az esetben lesz igaz, hogyha a bemenet, a két bemenetünk közül csak az egyik igaz. Tehát, hogyha nem egyforma a két bemenet, így is föl lehet fogni, hogy ez úgy néz ki, hogy azt mondom, hogy A XOR B az egyenlő C, A vagy B az igaz érték lehet, vagy hamis érték lehet, és megmondja ebből, hogy mi lesz majd a végeredményünk. Nos, itt egy egyszerű neuronháló, és ahogy láthatjátok, az input rétegünk az itt van, két inputtal, hiszen mondjuk A és B, amiből szeretnénk majd megtanítani az XOR-t, vannak rejtett layerek, rejtett rétegek, amiben vannak neuronok, ebbe például három van, egyébként itt lehetne akár több réteg is ilyen rejtett, vagy hidden layer, és a rétegen belül is lehetne akármennyi számú neuron, még az sem muszáj, hogy mindegyikben egyforma legyen, tehát lehetne az elsőben 6, a másikban 2, aztán 4. Igazából nincsen rá exakt útmutatás, hogy hogyan kéne kiszámolni azt, hogy hány hidden layer kell, és azon belül hány neuron. Vannak ökölszabályok, ami pont nem érvényes, mert valamikor azt mondják, hogy a középen lévő, a rejtett rétegben lévő neuronok száma az legyen az inputok száma és az outputok száma között. Most látjuk azt, hogy ez itt pont nem érvényesül. Lehet kísérletezni vele, az igazság.
No, hogyan működik, mert nem ördögtől való a történet. Ugye van inputunk, A és B, ez igazából nem változik, illetve mi adjuk meg neki azt, hogy mi az input. Van a gráfon belül egy csomó élünk, ha megnézed, akkor az input egyből minden középső rétegbeli neuronhoz fut nyíl, illetve ugyanúgy a B-ből is, tehát igazából mindenhonnan megy mindenhova, innen is az összes outputhoz megy, az az egy. És van egy outputunk, ugye ez a kimenet, amire kíváncsiak vagyunk, hogy mi lesz vajon. No, tehát ez úgy működik, hogyha mondjuk az inputunk az egy ebben az esetben, akkor az életnek van egy száma, egy súlya, nem tudom mennyire látszik, akkor úgy számoljuk ki, hogy mennyi lesz az input, ami bejut ebbe a hidden egy neuronba, hogy megfogjuk az egyes értéket, és ezt megszorozzuk ezzel a él súlyjal, illetve megfogjuk az input kettes értéket, és megszorozzuk az input kettes élnek a súlyával. Ugyanúgy a második neuronhoz hasonlóképpen számoljuk ki, a harmadikhoz is. És ugyanígy megyünk tovább, egészen az outputig, az outputnál pedig nyilván van egy értéke már itt a számítások miatt ennek a neuronnak, ott jön még egy élsúly hozzá, amivel megszorozzuk, és ezeknek az összegéből fogjuk megkapni igazából az outputunk értékét. Hogyan működik? A tanítás. Ha megnézed, itt négy eset van most, ugye a két inputunk az lehet 0 vagy 1, tehát ez lehet, hogy a nem mutatja még ez a 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, vagy hasonló felbontásban. No, elkezdünk tanulni, azt mondom, hogy futsunk le egy kört, amikor végig megyünk a számokkal és kiszámoljuk az értékeket, és eljutunk odáig, hogy az 1-0 kimenetre az outputunk az 0,6-ra változott. Ha megyek tovább még egy lépéssel, akkor 0,58, tehát látjuk, hogy mindig egy kicsit változik. Igazából ő nem csak egy irányba számol, hanem van egy visszacsatolás, mégpedig megnézi, hogy mennyinek kéne lenni, hiszen tudjuk azt, hogy az 1-0 eredménynek, 1x0 eredménynek annak 1-nek kéne lennie, mennyi az 1-től való eltérése ennek az outputnak, és ezt az információt felhasználva visszafele csorgatja az információt, és módosítgatja ezeknek a hidden layer-beli neuronoknak az értékeit, tehát hogy megnézed, akkor -0,28 mondjuk ennek a BSA-most, lépünk egyet tovább, akkor ez meg fog változni. És ahogy lépkedünk előre, folyamatosan változik gyakorlatilag az output, és ha minden jól megy, akkor ez föl fog menni a végén egyre, most elindítom a folyamatot, oké, meg is tanulta, azt mondjuk, hogy elfogadjuk az eredményt, rákattintok itt az egyes esetünkre, ez az 1-0, ugye ezt néztük, egy kizáró vagy nulla, az 1 kéne, hogy legyen, az eredmény, amit kiszámolt a hálózatunk, az 0,93, tehát mondhatni, hogy közel van az 1-hez. Egyébként mi határozzuk meg azt a hibát, amit még elfogadunk. Itt most ez bőven elég, mondjuk ha 0,6 lenne, az nyilván egy rossz eset lenne. De 0,93 az eddig jól mutatja azt, hogy elvileg ő megtanulta azt, hogyha 1-es és 0-át kap, akkor abból valami egy körüli számot kéne hoznia. Második eset, hogyha 0 és 1, a két változunk, ugyanúgy egynek kell lennie, megnézzük 0,9, mondhatni, hogy közel van egyhez. A harmadik eset, hogyha mind a kettő egyes, akkor nullát kéne, hogy kapjunk, 0,09 fog kijönni belőle, ami nullához közelített, szuper dolog. Utolsó eset, két nulla, abból is 0,0651 jön ki. Tehát igazából, ami a neuronhálón belül van, az nem más, mint szorzás-osztás, illetve vannak a neuronon belül úgynevezett aktivációs függvények, ami azt mondja, hogy ha van egy értékem, ami beesik és kiszámolom, ugye a bejövő inputok, meg a súlyok, meg mindennek a szorzatából, és kijön, hogy 0,8, akkor ebből a 0,8-ból egy függvény segítségével csinálhatok egy másik számot. Itt tipikusan mondjuk a szigmoid függvényt szokták használni nagyon sokszor, ami egy ilyen S alakú dolog, tehát minél inkább mész a negatív tartományba, annál inkább nullához közelebbi számot kapsz, minél inkább mész a pozitív irányba, annál inkább egyhez közelít,
és az Oreo körül van egy ilyen S-alak benne. Mindjárt meg is mutatom nektek, hogy hogy néző ki. Na igen, tehát nagyjából az a szigmoid függvény, tehát nem nagyjából, hanem ez a szigmoid függvény, és ezzel én szépen el lehet simítani a dolgokat, és a tanulásra, a gép tanulásra ez egy elég jó használható kis függvény lesz, mint aktivációs függvény. No, remélem, hogy egy kicsit így érthetőbb a dolog. Egyébként neuronhálóból is van többféle, tehát vannak olyanok, mint például ez, amit mutattam, ami használ egy visszacsatolást, azaz, amikor kiszámolja az outputot, megnézi, hogy ez mennyire fog eltérni a kívánt értéktől, és ennek fényében visszafele csorgatja az információt, és akkor ott van megint egy csomó számolás. Na de, hogyha mi már csináltunk így együtt, ugye egy genetikus algoritmust mondhatni, még arra a robotos játékra, akkor oldjuk meg ezt a feladatot is genetikus algoritmussal, kísérletezze ki a gép azt, hogy mi az, ami számára jó, és jöjjön rá magától a megoldásra. Aki esetleg nem látta azt a részt, vagy már elfelejtette, egy kicsi felfrissítés. A genetikus algoritmus nem más, mint amikor generálunk egy adott számosságú populációt véletlenszerű egyedekkel, tehát nem tudjuk azt, hogy milyen paraméterekkel születnek, tök véletlen az elején. Megpróbáljuk végrehajtani velük a feladatot. Aki jól teljesít, mondjuk a top 10%, azt egy kicsit mutáljuk, meg változik, meg mutálódik, meg nem tudom. Aztán egy adagot föltöltünk a legjobban teljesítőknek a leszármazottaiból, a gyerekeiből, ami azt jelenti, hogy bizonyos tulajdonságokat az egyik őstől örököl, bizonyos tulajdonságokat pedig a másik őstől fog örökölni. Hát aki pedig nem teljesített túl jól, annak targetosz. Nos, a targetoszról ledobott egyedek helyett pedig újra véletlenszerű egyedeket fogunk generálni, és így megyünk ebben a ciklusban, ugye, mint a biológiában, az erős egyedek, akik jól teljesítenek, megmaradnak, a gyengék pedig elhullanak, tehát azt várjuk, hogy bizonyos lépésszám, bizonyos generáció után egyre ügyesebbek lesznek majd ezek a kis véletlenszerűnek indult egyedek, és jók lesznek arra, hogy megoldják a mi feladatunkat. Úgyhogy írtam is egy, illetve hát két programot múlt hétvégén, amivel kicsit teszteltem azt, hogy hogy is lehet megcsinálni például az előbbi példában mutatott X-szoros műveletet, és megírtam ezt Pythonban először. Na de az eredménnyel nem voltam annyira elégedett, de nem is dubálok tovább, hanem inkább mutatom. Nos, nézzük meg hát a kódunkat, amit én elkezdtem írni. Hasonlóképpen az XOR műveletet szeretném megtanítani neki. Ehhez csináltam egy ANN nevű osztályt Pythonban, mint Artificial Neural Network, tehát mesterséges neuron hálózat, vagy neurális hálózat. És ebben felhasználtam a NumPy-t, vagy NumPy-t a Matrix műveletekre, azért megmutatom, hogy igazából miért volt szükség rá. Nos, ugye mondtam azt, hogy fogunk használni genetikus algoritmust, úgyhogy itt láthatok egy ilyen random függvényt, mindjárt elmagyarázok mindent. Tehát amikor csinálunk egy ilyen neuronhálót, akkor meg kell adni neki néhány paramétert, például az, hogy hány inputunk lesz, hány rétegünk lesz, a rétegeken belül hány neuron lesz, és hány darab outputunk lesz. Ezeket szépen eltároljuk. Jön ez a random függvény, mondtam, ami arra jó, hogyha ezt meghívom, akkor véletlenszerű adatokkal feltöltjük az éleket, amiket láttatok a gráfban. Ha visszaszállok ide, akkor itt vannak ezek az élsúlyok, ezeket fogjuk véletlenszerűen meghatározni. És hogyha ezt meghatároztuk, akkor van egy gyakorlatilag véletlenszerű, vagy majdnem véletlenszerű neuronhálónk. Annyi benne a szándék volt, hogy hány darab neuronunk van, meg hány output, meg hány input. Tehát ezek azért fixáltak. Jó, itt a sigmoid függvényünk, ami kell az aktivációhoz, illetve itt van maga egy számítás, hogy a bizonyos inputból mi fog kijönni. Na, itt gyorsan ezeket a kommenteket ki is törlöm, hogy ne zavarjanak be meg a próbálkozásokat. No, tehát miről van szó? Van egy inputunk, vannak neuronjaink, vannak éleink, ebben a self.w-be vannak benne az él súlyok. Ez nem egy elem, hanem ez igazából egy vektor lesz, és ez egy matrix szorzás. Hogy miért matrix szorzás? Ugye beszéltük azt, hogy úgy fog kijönni ez az érték,
hogy fogom azt, hogy az egyes inputtól milyen érték jön, mi az élsúly, és így fogom megkapni azt, hogy mi van ebbe, és így tovább. És igazából ezt felírhatom egy mátrix szorzásként is. Tehát, hogyha azt mondom, hogy van két inputom, az egyes és a nulla, de írom egymás alá, van három neuronom, ahova továbbítani kell az információt, akkor az fog itt kijönni, hogy mondjuk a első neuronhoz az első inputtól egy az élsúly, a második inputtól három az élsúly. A második neuronhoz az első inputtól kettő az élsúly, és a másodiktól is. A harmadik neuronhoz az első inputtól három az élsúly, a másodiktól pedig egy. És akkor úgy tudom kiszámolni, hogy mi lesz ennek a három neuronnak az értéke, hogy ezt a két mátrixot, vagy mátrixot és vektort összeszorzom. Tehát igazából ide ki fog jönni az, hogy egyszer egy, meg háromszor nulla, ami egy. Ide ki fog jönni az, hogy kétszer egy, ami kettő, meg kétszer nulla. Hát, itt lesz egy kettő, itt lesz egy egyszer három, plusz nulla szor egy, ami egy hármas. Tehát egy, kettő, három fog akkor bekerülni ide, majd a középső rétegbe, és ezzel lehet tovább számolni. Úgyhogy itt több réteg van, vagy akár az output jön, akkor ugyanezzel a mátrix szorzással lehet tovább menni. Úgyhogy igazából ez egy baromi egyszerű művelet ilyen szempontból. No, tehát megfogjuk az inputokat, megszorozzuk az első éleknek a súlyaival, illetve fordítom, mert a súlyokat szorozzuk az inputtal. Utána, mikor elkészült a számítás, akkor megyünk tovább, és annyi történik, hogy lefutatjuk az aktivációs függvényt, utána meg lett ugye ez a 3-as értékünk, lefut rá a szigmoid függvény, és utána megyünk a következő rétegre, és így tovább, majd a végén az output réteget is ezzel a módszerrel fogjuk kiszámolni, és meghívjuk rá szintén az aktivációs függvényt. Van egy olyan metódusunk, hogy set rules, ami igazából a teszt adatokat, nem is teszt adatokat, a tanítási adatokat, a training data-t állítja be. A TI-be benne vannak azok a vektorok, amik az inputok lehetnek, például az, hogy 1-0-0-0-0-1-1-1. A TO-ban pedig benne van az ezekhez tartozó kimenet, tehát hogyha a T-nek az első eleme az az, hogy 0-0, akkor a TO első eleme az lesz, hogy 0, hiszen 0x0 az 0. Hogyha 0-1 a második elem, akkor a TO második eleme az lesz, hogy 1, hiszen 0x1 az egyenlő 1-el. Van egy tesztfüggvényünk, ami igazából nem csinál más, mint végigmegy ezeken a training data inputokon, tehát a tanítási adatainkon, kiszámolgatja azt, hogy mi lenne arra a végeredmény, és megnézi, hogy mekkora az eltérésünk a várt eredményhez, azaz a TO-hoz képest, és ezt vissza fogja nekünk adni. Majd itt vannak a genetikus algoritmushoz köthető metódusok, a keresztezés, amikor is a génjeink, azaz az élsúlyaink felét örököljük egyik szülőtől, felét pedig a másik szülőtől, illetve itt a mutáció, amikor megint csak a génkészletünknek a felénél valamilyen kis eltérést tudunk eszközölni, tehát hozzáadunk egy valamekkora értéket, vagy kivonunk belőle, vagy egy kicsit megváltozzon minden. És van egy print függvény, ami ki fogja írni azt, hogy mi is történik itt az élekkel. Ez igazából csak divák szempontból volt fontos. Na most itt van a Neural Python, ami használja ezt az osztályt. Gyakorlatilag megcsináljuk a TI és TO tömböket, vagy vektorokat, ugye ez ha 0-0 az input, akkor nullának lenne az outputnak, ha 1-1 az input, akkor nullának lenne az outputnak, ha 0-1, akkor 1-nek kell lenni, ha 1-0, akkor 1-nek kell lenni. És elindítjuk a genetikus algoritmust egy 2000 számosságú populációval. Ami azt jelenti, hogy ennyi neuronhálót fogunk legenerálni, megnézzük utána szépen, hogy melyik hogy teljesít, minden 10 körönként kiírjuk az aktuális legjobbakat, és a top 10%-ot megtartjuk, egy kicsit mutálódni fognak, keresztezzük őket, amíg nem érünk el egy 50%-ot a 2000-hez képest,
és a maradék 50%-ot pedig véletlenszerű állománnyal ismét feltöltjük, és ez a ciklus megy egészen addig, míg nem fogunk egy megfelelő eredményt kapni, ami azt jelenti, hogy 0,1-en belül legyen az a különbség, ami nekünk jó lesz. No, hogyha megnézzük futás közben, hogy ez hogy működik, nyitunk egy új terminált, és azt mondjuk, hogy pont per neural Python, akkor azt fogjuk látni, hogy elkezd számolgatni, 10 lépésenként, vagy 10 körönként, hogy kiírja az aktuális állapotot, és egy darabig számolgat, és próbálja kiszórni a rosszul teljesítő neuronhálókat, illetve keresztezni és mutálni a jól teljesítőeket. Ha megnézzük azt, hogy hogy állunk, igen, be is fejezte, egész jól sikerült. Ez az azt jelenti, hogy a 70. kör után, de a 80. kör előtt megtaláltunk egy olyan neuronhálót, ami a 0-0-ra 0,05-öt ad, az 1-1-re 0,06-ot, a 0-1-re 0,98-ot, az 1-0-ra 0,96-ot, tehát megfelelően közel vannak az értékek ahhoz, amit mi szeretnénk. Igen ám, de én azt gondolom, hogy ez nagyon egyszerű művelet, és mégis hogy 23 másodpercig futott ez az egész történet, és itt van két inputunk, meg néhány neuronunk, néhány szorzásunk, tehát a való életben, amikor a spam szűrőbe fogjuk majd ezt betolni, akkor ott valószínűleg sokkal hát számítás intenzívebb lesz az egész dolog. Úgyhogy itt én azt gondoltam, hogy ezt az egész dolgot átültetem PHP-ra. És ugyanezt megcsináltam PHP-ban, nyilván kellett megírnom egy pár függvényt hozzá, például a matrixos szorzást, ami nincs benne alapból a PHP-ban, mert itt nincsen numpány. Egy kicsit, hát mondjuk úgy, hogy talán csúnyább a kód, de igazából ekvivalens a kettő egymással, tehát a Python kódot írtam át PHP-ra. No, nézzük meg, hogy PHP-val ez az egész hogy fog lefutni, azt mondom .neural.php, ugye 22-23 másodperc volt ennek a futása. Hát gyorsan megnézem, hogy jó vagyunk, de beállítva 2000, a, igen, 0,1, szuper, minden jól beállítva. Úgyhogy futtassuk le ugyanezt PHP-val. Láthatjuk, hogy sokkal gyorsabban dobálja a sorokat, és 2,3 másodperc alatt talált egy megfelelő megoldást. Itt kicsit más a formátum, de a 0 helyett 0,08-at adna, 0 helyett 0,086-ot a másiknál, 1 helyett 0,9-et, 1 helyett 0,95-öt, tehát gyakorlatilag a feladatot ezzel megoldotta ez is. Nos, hát igen, azt hiszem válaszút elé érkeztünk, legalábbis ezt gondoltam. Hiszen ott van a Python, amiben azért elegánsabban, szebben lehet megírni ezt a kódot, és ott van a PHP, ami viszont 10-szer olyan teljesítményre képes. És hát valójában, amikor sok inputunk lesz, és sok fájlt kell átnézni, és sok fájllal kell számolni, és hosszú lesz a tanítási folyamat, akkor baromira nem mindegy az, hogy valami 10-szer olyan gyors, vagy 10-szer olyan lassú, mint a másik. Úgyhogy én rögtön arra gondoltam, hogy oké, ezt a Pythonos dolgot el kéne most talán engednünk, hiába modern, meg 3.9, meg nem tudom, egyszerűen lassú, és nyomassuk PHP-val az egészet. És itt majdnem mondtam azt, hogy dobjunk fel egy szavazást, sőt, igazából lehet, hogy azt is mondom, kommentben írjátok, hogy ti ebben az esetben mit választanátok. Jöhetnek a kommentek, akár most be lehet kommentelni, de úgyis mindjárt elmondom azt, hogy én mire jutottam. Na, mit tippelsz? Python vagy PHP? Bárhogy is tippeltél, szerintem igazad van. Ugyanis arra jöttem rá, hogy úgy lehet ezt a Gordiusi csomót átvágni, hogyha hát ötvöznék a két technológiát. Hiszen, ahogy mondtam, a két kód igazából ekvivalens egymással, meg lehet csinálni az, hogy ugyanazt az outputot, ugyanazt a formátumú outputot adják ki, hogy hogy néz ki egy neuronálló, és hogyha megvannak ezek a neuronsúlyok, amit a végén kérünk, akkor onnantól kezdve tényleg csak egy nagyon egyszerű számítás van, tehát nem kell itt kísérletezni, meg nem kell annyi egyet, hanem tényleg arra az egy esetre egy kiszámoljuk, és kész. Ott már valószínűleg
bár sokkal lassabb lesz a Python, de nem lesz olyan egyszerű a különbség, mondjuk egy 10 másodperc vagy egy másodperc között, bár nagyon különbség, de ez annyira nem fájdalmas, tehát hogy nem egy hatalmas forgalmú mail szerverről van szó, akkor az, hogy másodpercenként tud egy levelet analizálni, hát az sem egy olyan drasztikusan rossz dolog. No, tehát az én ötletem az annyi lenne, hogy a PHP-t használjuk arra, hogy tanítsuk a neuron hálót, tehát legyen ez a tanítási folyamatnak a része, hiszen villámgyors, legalábbis a Pythonhoz képest, és a Pythont pedig használhatjuk arra például, hogy az egyes bejövő leveleket utána ezzel analizáljuk és döntsük el, hogy spam vagy nem spam. Aztán persze meglátjuk majd, hogy hogy lehetne ezt ügyesen megcsinálni. PHP-val tudom, hogy kell mondjuk ilyen mailfájlokat felparszolni, Pythonnal még nem csináltam, de biztos vagyok benne, hogy van rá valami csodálatos library, úgyhogy én arra hajlok, hogy ez lesz az irány a jövőben, hogy PHP-s tanítás, Pythonos kiértékelés. No, ez a mai rész, ez ennyi, így is úristen, ez lesz, nem is tudom, hosszú rész lesz. Remélem, hogy nem undatlak titeket hülyére. Iratkozzatok föl, ha még nem tettétek meg. Gyertek, lesz még egy csomó érdekesség ebben a spam szűrős AI-s világban is, aztán előbb-utóbb tényleg visszatérünk a hagyományos IT security mesdjére. No, legyetek jók, találkozunk a jövő héten. Sziasztok!